A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, véget ér lassan a csoportkör a labdarúgó világbajnokságon Katarban. Bőven volt időnk megszokni a furcsa időpontokat, a rettenetesen különleges környezetet, ami néha szurkoló, néha alkohol, néha hangulatmentes, de mégiscsak egy labdarúgó világbajnokság, és hát azokat a rettenetes hosszabbításokat és sok mindent, amiről beszélhetünk itt a mai műsorban a kezdőkörben, hiszen bármennyire is különleges időpontban rendezik, és talán nincs meg a megszokott feelingje a VB-nek egy nyárihoz képest, de mégiscsak elmondhatjuk, hogy aki azért szereti a sportot és a focit, az most ezt nézi, ha csak nem északír bajnokikat, mert ott tudtommal éppen még zajlik egyébként a bajnokság. De hát még mielőtt beszélgetnénk a fociról, akár csak az előző adásban kicsit adjuk meg a tiszteletet egyéb csapatoknak is, hiszen a fehérvári kosárlabda csapat például az elmúlt hét végén újabb meccsen nyújtotta meg veretlenségi sorozatát, és most már második helyen áll a bajnokságban, úgyhogy kezdjük ezzel a mai beszélgetést, amelyben társaim Németh Krisztián kollégánk, a FEOL Fejér megyei hírlap, illetve a Médiacentrum sportszerkesztője, Farkas Szilárd, Médiacentrumot, és itt van Horog László is, mindennek a mindenkije. És mindenkinek a példaképe, igen. Szóval nekem az a kérdésem most igazából, amivel majd a foci VB-t is fogom kezdeni, hogy ki nyer, vagyis hogy mondjuk alkalmasnak látjátok-e az eddigiek alapján és az elmúlt meccsek alapján a fehérvári kosarasokat, hogy egy olyan szezon produkáljanak, aminek a végén mondjuk egy döntőben szurkolhatunk. Én Szolnok-Fehérvár döntőt várok, a Szolnok láthatóan erős tabellát vezeti. A Falkó meggyengült, láthatóan elmentek, a légiósaik viszonylag jókat igazoltak, de a magyar magból tulajdonképpen csak Keller és Perl maradt. Itt kvázi új csapatot kell építeni. Nekik a magyar magjuk volt nagyon erős, ezzel szemben most Fehérváron lett nagyon erős Somogyi érkeztével, illetőleg elment Váradi, elment Benke. Tehát Szombathely komoly kihívás előtt áll, biztos, hogy dobogósok, de én úgy gondolom, hogy ez a mostani Alba, illetőleg ez a Szolnok erősebb náluk. Ja, nagyon érdekes, hogy egyre magabiztosabbnak tűnik a Fehérvár. Most a hétvégén úgy nyert a Sopron ellen, hogy bár volt szoros is az állás, sőt az első negyed végén még a vendégek vezettek, és például ugye az előző szezonban megszoktuk, hogy olykor kellemetlen hazai vereségek érik az Albát, mégis az volt az ember érzése, hogy tulajdonképpen nem kérdés. Tehát amikor egyszer megrázta magát a csapat és elhúzott ilyen 15-16 ponttal, onnantól kézben volt a meccs. Nagyon érdekes, hogy két veresége van az Albának, mind a kettő olyan volt, hogy 20 pont körüli előnyről vesztette. Tehát tényleg úgy tűnik, hogy bármelyik riválissal szemben képes dominálni és komoly előnyt kiépíteni. Ugyanakkor tegyük a teljes képhez hozzá, hogy sem a Falkóval, sem a Szolnokkal, tehát a két jelenleg velünk együtt dobogós csapattal nem játszott még a Fehérvár. Viszont fog még játszani, ugye legközelebb Nyíregyházára kell utazni a csapatnak a győzelemért. Most ezt szerintem kijelenthetjük, hogy az utolsó helyzettel elleni mérkőzésről beszélünk. Utána, ha jól tudom, akkor a Deac következik, verhető ellenfél szerintem szintén, úgyhogy ez a jó széria, én úgy gondolom, hogy folytatódhat, ha most csak a következő két meccset nézem. Igen, egyébként a szezon elején, amikor jöttek ilyen kicsit élesebb meccsek, és ott volt két vereség, akkor is mondták már talán Vojvoda Dávid, hogy olyan a sorsolás, hogy zsinórba jönnek a nyerhetőnek tűnő mérkőzések, persze mondjuk akár Kaposváron, akár Zalaegerszegen nyerni az nem magától értetődő ebben a kiegyensúlyozott mezőnyben, de valóban most talán föl lehet építeni egy olyan sorozatot, amelyből aztán belemenve egy Szolnok vagy egy Falkó elleni meccsbe kellő önbizalommal játszhat a csapat. Talán a Szolnok mostanában megbotlott, ugye? Volt valami. Hát volt egy oroszlányi veresége, igen. Úgyhogy hát nem biztos, hogy mostanában minden rendben van. Egyébként az elmúlt szezonban nyilván nem az elődöntőben nem az Alba volt az esélyes a Falkó ellen, de az egyébként nem sokon múlott, hogy megfogjuk őket itthon.
és én azt a játékot látva azt mondtam, hogy, vagy azt gondoltam, hogy abszolút esélyesek vagyunk a döntőre a Falkóval szemben. Ebben a szezonban ilyen sorozatokat, vagy sorozatot produkálunk, abszolút szerintem fináléra esélyes az Alba-Fehérvár, úgyhogy efelől nekem nincs kétségem. Én azt gondolom, hogy minden kosárlabda szerető számára hiányzott végre egy ilyen mentalitású csapat, és hogy visszautaljak a Kaposvár előtti hazai mérkőzésre, amikor nagyon helyben hagytuk szegény honvédot, ott azért az utolsó negyedben is ment a hajtás, tehát nem volt az, hogy már majdnem 40 ponttal vagy 30 ponttal. És az a Honvéd vezettünk. Most ugye a hétvégén megszerezte második győzelmét, tehát lehet mondani, hogy persze hát egy egylégiós kis nyilvánvalóan a kiesés elkerülésére fókuszáló csapat, de mégis van már két győzelme, ugye Oroszlányban is tudott nyerni, illetve most hétvégén a Kaposvár ellen, tehát hogy azért mutatja, hogy ezek nem lebecsülendő győzelmek. Van két nagyon érdekes körülmény, amiről azért kell beszélni. Az egyik ugye, hogy hosszú évek után van névadó szponzor a csapat mellett, ami egy kicsit azt mutatja, hogy talán közösségi ügy is lett, fehérvári ügy is lett megint a kosárlabda. Ugye itt székelő multicég adja a nevét. Ezt nem ellenpontozza, viszont az egész szezont kicsit bizonytalanná teszi ugye az a fajta energiahelyzet, amelyben már a klubnak is hoznia kellett intézkedéseket. Egyelőre nem olyanokat, amelyek a csapat játékát vagy szereplését befolyásolják, de nyilvánosságra hozta ugye a klub, hogy zárva vannak bizonyos napon, zárva van az épület, csökkentett gondolom az edzésszám is, hogy mindezeknek a függvényében azért ez egy sok szempontból nagyon érdekes és több ismeretlenes szezon lehet. Hát ezt gondolom a többi csapatnál is jelen lesz majd ezek a gazdasági helyzetből adódó problémák. Úgyhogy hogy ez most már nem tesz jót senkinek, de mindenképpen mindenkinek ugyanazokat a körülményeket fogja megadni, tehát ezzel nem lesz hátrébb a csapat, én úgy gondolom, illetve a többi se. Az első gondolatom nekem az volt, beszéltem is egy szakvezetővel az Élvonalban, hogy légiósoktól elkezdenek majd megválni, akik nem annyira fontosak, nem annyira jók, mert egy légiós bére azért egy heti villanyszámla körülbelül, tehát itt ez egy olyan intézkedés lehetett volna, amivel valóban a költségek foghatóak, de ehhez még nem nyúlt senki. Más sportágokban már van, hogy átviszik egy munkacsarnokba, ahol 200 nézőt engedhetnek be. A kisebb meccseket átviszik nagy klubok is, a szomszédos kisebb csarnokba, a multi létesítményben. Várom én is a megoldásokat, de egyelőre mindenki küzd tovább, és nyilván miután mindenki valahol bízik abban, hogy eljön majd a jó idő, és nem kell majd fűteni, addigra meg szeretné az esélyt őrizni arra, hogy a végjátékban éremért harcoljon. Ugye a legutóbbi idegenbeli mérkőzés Kaposváron, abban a régi kis csarnokban volt, ami az egyébként Lacit is, meg engem is számtalan szép régi emlék fűz, téged azért, mert egyrészt ott diákoskodtál is, másrészt meg tényleg meccset rengeteget látogattuk. Ott még ugrottam Zsámolyon főiskolásként. Na ugye, igen. És ezt a kéznyomodat azóta a falon őrzik, így megbecsült emlékként. Tehát, hogy valóban megtörtént, ott is épült egy gyönyörű új modell csarnok, de most a régibe át kell menni, még jó, hogy ott van, és nyilván könnyebb felfűteni. Egyébként fergeteges hangulatot tudnak ott teremteni, vagy tudtak régen is a kaposvári szurkolók. Szolnokon maga a polgármester, aki egyben ugye a szövetség elnöke is hozott olyan intézkedést, hogy csak a kis csarnokban edzhet a csapat, és csak a meccsekre nyitják ki a Tiszaligetit, tehát valóban vannak ilyen intézkedések. Ami viszont a légiósokat illeti, és akkor ez ügyben megint Lacihoz fordulok, mint bennfenteshez, mi inkább azt várjuk, hogy lesz-e plusz, mert elküldeni nem kellett, önként távozott ugye egy légiós, amivel lehet mondani, hogy nyilván spórolt a klubnak. Az esélyeket tekintve mennyire lenne fontos, hogy az ő helyét betöltsék valakivel? Én úgy gondolom, ez a keret most kerek, és megvan létszámra, viszont ha sérülés van, akkor viszont óhatatlanul jönnek a problémák. Információk szerint nagyon közel volt a megegyezés egy játékossal, akivel a klub meg is egyezett, viszont a klubja nem engedte el. A másik szintén aláírás közeli állapotban volt, de egyelőre nem érik utal az illetékest. Ezeket hallottam. Én úgy gondolom, hogy lesz ötödik légiós, biztos, illetve negyedik. Ötödik nem valószínű, de én azt hiszem, hogy a centerposzt annyira jelentős, tehát nem mindegy, hogy a lepattanó kinél landolnak. Én nem gondolom, hogy feladnák, viszont körültekintően szeretnének eljárni, hiszen a jelenlegi három szerintem egyértelmű teli találat, és nem szeretnék elrontani véletlenül a következőt. Hát igen, ez nagy kérdés lesz, hogy centerben akkor majd mennyire erősödik még az Alba. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ezek a 4-es, 5-ös, vegyes játékosok azért képesek rá, hiszen
akár Fillmore, akár Ford a légiósok közül remekül lepattanózik is, nagyon jó ráadásul a játék küzdő szellemük, a csapat szellemük is, tehát tényleg oda teszik magukat, és hát azért Szabó Zsoltról se feledkezünk meg, aki pedig a rutinjával tud ugye rengeteget segíteni. Na jó, meglátjuk, minden esetre tény, hogy ugye ahhoz a Nyíregyházához látogat most az Alba, amelynek sajnos már nem Pető Ákos a vezetőedzője, a fehérvári kötődésű fiatal szakember, ugye tavaly szépen teljesített, bent tartotta a Nyíregyházát. Itt Fehérváron rengeteg utánpótlás sikerben volt része, úgyhogy kívánjuk neki, hogy azért hamarosan ismét megtalálja a méltó feladat. De hát én egy azért, kis csapatnál ez biztos mindig benne van. Én azért arra lennék nagyon kíváncsi egyébként, hogy vajon Matthias Zollner hogyan látja ezt a mostani csapatot, meg egyáltalán azt az ívet, amelyet bejár a csapat. Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ő személy szerint mennyire elégedett. Azt azért ugye rendszeresen látjuk őt a technikai zónában, hogy 1000 fokon ég minden szituációban, tehát a Honvéd ellen is többször kikelt magából, úgyhogy nyilván egy maximalista szakvezető. Nem tudom, hogy Laci vagy Zoli, nektek mennyire van ilyen típusú benfentes információtok? Hát amennyire megismertem, nem ismerem egyébként, nagyon vele nem készül, de majd igyekszünk bepótolni, hogy esetleg egy ilyen nagyobb interjú keretében. Ő tényleg egy olyan típusú edző, aki soha nem lesz teljesen elégedett. Ennek van jó oldala is, mert valóban mindig még előrébb akar jutni, mindig lát valamit. Meg nyilván olyan oldala is, hogy máskor esetleg azt gondolják, hogy inkább csak így keresi a hibát, és kekeckedik, és valamiben mindig kell találni valami rosszat, de nyilván tud úgy játszani ez a csapat, hogy azért ő elégedett legyen. Engem nem csak az alkatáláfó, egyébként nagyon emlékeztet a fiatal Farkas Sándor, aki annak idején szintén ez az 1000 fokon égő, a csapatért tényleg tűzbe menő vezetőedző volt. Az más kérdés, hogy Zollnerről azért hallani, hogy tényleg néha egy ilyen jó értelemben vett őrült, nem mindig könnyű vele megtalálni a közös hangot, de hát azt gondolom, hogy amíg arra van esély, hogy a csapat ezt a sorozatát építse, addig nem is lehet kérdés, hogy jól működik közte és az együttes között az együttműködés. Higgadtabb, mint volt az egészen biztos. Számára is ez egy komoly lehetőség, hogy bajnok csapat edzője legyen, hiszen az első évben a körmendet elvitte a döntőik, a második évben a második helyen voltak az alapszakaszban, itt az utolsó márciusi meccsen, így nyertek nagyon simán Turner remek játékába, aki nálunk aztán nem jött be a csípő problémái miatt, aztán Szaloniki betávozott, de Zollner is egy osztrák bajnoki cím után, egy magyar ezüst után úgy gondolom, hogy szeretne egyértelműen bizonyítani, és ez a szezon alkalmas lehet arra, hogy valóban kiteljesedjen szakvezetőként, mert nyilvánvalóan egészen biztos, tehát ő addig fog menni, és addig üti a vasat, amíg lesz negyedik légiós, és olyan együttesünk lesz, ami úgy megy oda a döntőre, hogy esélyes. Hát meglátjuk, minden esetre az eddigi eredmények és a játék alapján azért reménykedhetünk, és akkor térjünk át a foci VB-re, már csak azért is, mert gyakorlatilag nem tudunk elég aktuálisak lenni, de olyan helyzetből azért szerencsés az adás időpontja, hogy ugye ezen a napon már az utolsó csoportkör kezdődik meg, tehát már bizonyos befejeződött és jósolható dolgokról beszélgethetünk, meg tapasztalatokról. Csináltam puskát nektek, mindannyian látjátok az eddig lejátszott meccseket és a csoportok állását. Azt ígértem, hogy azzal a kérdéssel kezdem, és akkor legyen ez az eleje, hogy az eddigi benyomásaitok alapján, amit láttatok a világbajnokságról, ki a legesélyesebb, vagy szerintetek ki fogja nyerni. Még egyébként készültem egy könyvvel, hogy Németh Krisztián jó megérzései, de olyan kicsi lett, hogy nem osztam, mert Kanada jutott eszembe, akit egy héttel ezelőtt a VB meglepetés csapatának jósoltál. És tényleg meglepő gyorsan két forzó után köszöntek, úgyhogy ez nem jött be, de amit most mondasz, az még bejöhet. Jó, mondjuk nekem a egyenes kieséses ág almanakját raktad ide, mint a visszajövőbe, úgyhogy ezeket meg is. Három papír van, Krisztián, és mindegyiken vannak eredmények. Persze, csak viccelek. Sajnos nem a leendő eredményeket írtad ide, amikkel aztán egy tonna pénzt lehetett volna nyerni. De hogy látod, ki lesz a jó a végén? Hát most nagyon Brazília felé tendál a dolog nálam. A kanadaiakat őszintén sajnálom, és egyébként valószínűleg a dél-koreaiakat is nagyon fogom sajnálni, meg talán Japánt is. Nem tudom, én valahogy úgy vagyok ezzel a világbajnoksággal, hogy én alapvetően úgy önmagában szeretem a játékot, meg a futballt, tehát mindenkinek és senkinek sem drukkolok, kivéve ha persze a magyar válogatottról van szó.
De most így a meglepetések kapcsán valahogy mindig szimpatikus a kisebb csapat. Szó szerint ezért kisebbek, ugye a japánok és a koreaiak is. Igen. És ez egy nagyon érdekes, Isten ments, hogy bármiféle ilyen sztereotípiákat mondjak, csak az, hogy valóban nyilván van fizikai különbség, mondjuk tegnap láttuk ezt az egészen elképesztő Gána-Korea meccset, ahol a rettenetesen jó fizikumú csapat azt gondoltad, hogy így bedarálja majd folyamatosan az ellenfelet. Ehhez képest ugye a koreaiak valami elképesztő ellánnal lejátszották az utolsó 20-25 percet az ellenfél 16-osán belül, tehát olyan szinten tudták rá nyomni az akaratukat Gánára. És hát voltak emlékezetes meccsek, ezekről majd külön azért beszéljünk, amikről talán nem is reméltük volna, hogy ilyen focit hoznak. De akkor folytatva a sort, ti kiben látjátok a potenciális világbajnokot? Én a franciákat tartom roppant erősnek, a játékos keretüket látva, ugyanis azért hiányzik Nkunku, aztán hiányzik Benzema, ami a nagyobb vérveszteség igazából, és nem látszik a játékokon, mert Giroud azért pótolja. És a franciáknak mindig voltak ilyen lehetőségeik, amikor Benzema a Valbuenával való zsarolásos sztori miatt nem lehetett ott a legutóbbi világbajnokságon. Előzőleg volt Gignac, aki szintén tökéletes center volt, tehát olyan merítési lehetőségeik vannak. Én úgy gondolom, hogy ők az első számú favoritok. Itt a legutóbbi EB-n ott nagyon sok széthúzás volt náluk, és játékok ott is megvolt, ott egyszerűen nem tudott betalálni Mbappé, és ez nagyon hiányzott. És én úgy gondolom, hogyha ők tartják ezt az ütemet, akkor egyértelmű esélyesek. A brazilok nagyon jól futballoznak, de az egyéni nagyszerű képességek mellett mindig a kicsit a szakmát hiányoltam náluk. Tite vagy Csicsi, ahogy mondják, úgy tűnik, hogy összekapta őket, de én nem gondolnám, hogy a brazilak meg tudják nyerni ezt a világbajnokságot. Ami nagyon tetszik, például a horvátok ismét, tehát 18-ban alig volt hihető, hogy egy 4,5 milliós ország így játszik, és aztán Rakiticsot pótolták a középpályán, és ugyanazokat a dolgokat érzem, mint a 4 évvel ezelőtti VB-ben. Lehet, hogy aztán a csoport biztosan tovább mennek, én úgy gondolom, és azt hiszem, hogy ők ismét messzire fognak jutni. Hát, hogyha ugye megnézzük az eddig eredményeket, akkor én most csak hirtelen azon akadt meg a szemem, illetve azokat a csapatokat kerestem meg, hogy igaz, hogy csak két mérkőzést ment még le, de akik nulla kapott góllal állnak idáig, és ugye, ha sorra menjünk a csoportokon, akkor C csoportban Lengyelország áll eddig nulla kapott góllal, aztán, ha tovább megyünk, akkor a brazilok, vannak, akik nulla kapott góllal vannak, és Marokkó, ami ugye meglepő, hiszen nem tudom, az nagyon tipnixgyilkos eredmény lehetett ez a Belgium-Marokkó mérkőzés. Ugye meg néhány város negyedi gyilkos. Igen, nagyon beszélt. Akkor te Marokkót várod világbajnoknak ezek ne, szerint. Azt azért nem mondtam, de az biztos, hogy én is a Brazíliát mondanám elsősorban csak két mérkőzés után, mert őket valahogy mindig körbeveszi egy olyan atmoszféra, és mivel 4 évente látjuk őket, ez ugye még jobban úgy mond piedesztára emeli őket, hogy itt vannak a brazilok, meg lehet őket nézni, és húha. És most lehet, hogy van bennük egy ilyen húha faktor. Mondtad, hogy ne nagyon kössünk a United-re, én azért meglepődtem, hogy ugye a tegnapi mérkőzésen, és csak egy gondolat, hogy a középpályát ugye Casemiro és Fred adja, az azért, hát United jobban is kihasználhatná, hogyha a brazilok kimerik ezt használni, de ez csak egy mellékszál volt. Én most azt mondom, hogy akiknek a játéka tetszett, az tényleg Brazília és Portugália, akiket ugye én a végső győztesnek mondtam. A legnagyobb meglepetés, akit még a kommentátor is úgy mutatott be, amikor kiestek most ugye, hogy Kanada, a szimpatikus kis csapat utolsó mérkőzése gyakorlatilag, a matematikai esély is elszállt már a továbbjutást, az utolsó mérkőzésen megmutathatják, hogy miért is voltak itt, és ennyi igazából, és még Németország ugye az, aki nagyon meglepő volt. Feleségem éppen kérdezte, nem akkora futballrajongó, de Japán azok kik? Az első mérkőzés előtt kérdezte, amikor Németországgal játszott Japán, és akkor én azt mondtam, hogy hát ők azok, akik ugye nagyon futkoráztak, nagyon ügyesek, gyorsak. Meg aki az autónkat gyártja. És az autónkat gyártják, tehát valószínűleg a gyorsaság valahol bennük van, meg a valamilyen szintű precizitás is, de az mindenképpen bennük volt, hogy nem álltak le az utolsó percben sem. A németek pedig nem kapták össze magukat. Ez volt számomra a meglepő, hogy valahogy nem találják magukat, és ráérzünk a csatársorukra. Hát Göcét kellett ugye visszajönni szinte már most kicsit nagy szavak, de a nyugdíjból. És az, hogy Japán gólt szerzett ellenük, én azt mondtam a feleségemnek, hogy az lesz az a csapat, Japán most, aki megveri a németeket. Hát ez bejött, úgyhogy megérte volna fogadni. Bebizonyosodik, hogy egyetlen mérkőzés, vagy egyetlen hiba milyen sokba kerülhet.
hiszen a németek gyakorlatilag az, hogy játszottak a spanyolokkal egy döntetlen, de szerintem előtte is elfogadták volna, feltéve, hogy előtte megverik Japánt, nyilván ez volt a mesterterv, és akkor már most ők is gyakorlatilag a továbbjutás küszöbér. Így meg az a nagy érdekes helyzet, hogy ugye Japán és Spanyolország kigolyózhatja Németországot. Egyik nemzetre vagy egyik válogatottra sem mondom, hogy ez nagyon bennük van, de mégiscsak az a helyzet, hogyha véletlenül hogy nem Japán egy kisarányú győzelmet arat Spanyolország ellen, akkor a németek kiesnek, attól függetlenül, hogy ők mit játszanak Kosztarikával. Tehát egy világbajnokság hoz azért ilyen döbbenetes fordulatokat időnként. Annyit csak ehhez, hogy ugye a fórumokon megint lehet olvasgatni a kommenteket, hogy hát majd persze a spanyolok simán legyőzik a japánokat, na de most ugye emberi számítás szerint azért igaz, hogy egy időben vannak a mérkőzések, hogy ne nagyon lehessen itt taktikázni, de azért mégis lehet taktikázni, és butaság lenne, hát nem szép dolog, de nem kihasználni azt, hogy esetleg Németország vagy Spanyolország ne vigye magával. 2008-ban az Európa-bajnokságon közvetítettem, Salzburgban játszott a spanyol válogatott egy olyan csoportban, amik rajtuk kívül úgy emlékszem a görögök, a svédek és az oroszok voltak, és az első két meccsüket megnyerték a spanyolok, és lehetett tudni, hogy akkor ezzel nekik megvan. Egy az egyben a második, tehát a 22-es keret második 11 játékosát állította ki a Luis Aragonés azon a meccsen, az utolsó csoportmeccsen, de még úgy is nyertek annak a De La Rednek a két góljával, aki később ugye szív problémák miatt kellett, hogy visszavonuljon. Tehát még a második csapatuk is olyan erős volt, hogy föl nem merült, hogy most ez egy feladás is egyben. Itt most más kérdés, hogy lehet taktikázni, hogy milyen ágra kerülünk, itt kerülünk-e, brazilokat elkerüljük esetleg, de szerintem a spanyolok a japánok ellen, még ha tényleg már lehetett olvasni, hogy Busquetset majd biztos pihentetik, tehát hogyha egy ilyen tartalékosabb csapat találnak ki, akkor is esélyesek lesztek. Egyébként pedig, hogy befejezem a nyitót, tehát az én véleményem az valóban a Lacival egyetért, hogy a franciák tűnnek minden ponton rettenetesen erősnek. A brazilok szerintem szintén elképesztően jók, és ahogy te is mondtad, a szövetségkapitány is most, mintha nem csak mozizni, meg élvezni a népszerűséget érkezett volna ki a VB-re, hanem egy nagyon komoly szakmai munka van mögöttük. Az, hogyha Spanyolország és mondjuk Portugália kerülne emellett a két csapat mellett a négybe, az se lepne meg senkit. De nagy kérdés, hogy a kicsit gyengébben kezdő és esetleg most helyenként bajban lévő nagyok közül valaki összeszedi a magát. Én a hollandoktól többet vártam, a németektől egyértelműen, és hát nem tudom, hogy Argentina, mint az én VB előtti favoritom, valójában csak egy rosszul sikerült meccs miatt van bajban, vagy ők is annál többre nincsenek redesztinálva, mint hogy reménykednek, hogy Messi majd mindig villan egyet. Nekem alapvetően ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban két dolog jár gyakorta a fejemben. Az egyik az az, hogy hát bármennyire is fanyalgunk, vagy fanyalogtunk, hogy télen van, meg ott van, meg nem tudom, azért ez egy elég jó világbajnokság leszámítva azt a pocsék néhány meccset, ami volt, mert ilyenek is becsúsztak, de alapvetően nagyon-nagyon sok meglepetést hoz, nagyon sok szimpatikus csapatot. Ez az egyik véleményem a VB-ről, a másik pedig az, hogy vajon hány meccs van mondjuk Messi lábában, zsinórban mondjuk tavaly óta, vagy egy magasan jegyzett európai játékos lábában, mert tavaly ugye mondjuk letolta a bajnokságot, utána jött az Európa-bajnokság, volt mondjuk 2 hét szünet, utána folytatódott a bajnokság, nyáron volt, idén nyáron mondjuk megint 2 hét szünet, folytatódott a bajnokság, és most bezuhant a világbajnokságra. Tehát ez elképesztően brutális terhelés, bárhol is tartom. Ugyanakkor a terhelés szempontjából ez az időpont tulajdonképpen még szerencsésebb, hiszen nyilván kevesebb van most a lábukban, mint lenne nyáron egy bajnoki szezon végén. Inkább a kérdés szerintem majd a bajnokságok szempontjából tevődik fel, mert már olvastam azért olyan véleményt és elemzést, hogy teljesen új szezon fog kezdődni januártól. Új keretekkel, ki tudja. Nem érdemes jósolni még, amíg a világbajnokság véget nem ér, de valóban ez igaz, hogy hihetetlen sok meccset kell már játszaniuk, és nyilván ott, ahol egy emberre van kihegyezve mondjuk egy csapat, és mindenki tőle várja a megoldást, meg a csodát, ott azért ez nagyon nem egyszerű. És azért szerintem ez a szélsőségesség meg hullámzás, ami például a melyik meccs volt, ez a Dél-Korea-Gána meccsen is érezhető volt, és ez szerintem a részben a terhelés
okolható emiatt. Tehát hip-hop változott a meccsképe. Gána dominált, és utána Dél-Korea lesöpörte a komplett gánai csapatot, és mégis ők maradtak alul. Tehát ez szerintem jó, mondjuk elég szép pénzt keresnek mindezért cserében nyilván, tehát nem sajnáltatni akarom őket, csak leszögezni, hogy ez brutális terhelés lehet, ami kihozhat ilyen hullámzó teljesítményt mentálisan, meg fizikálisan is, amit látunk ezen a VB-n. Tehát Szaúd-Arábia legyőzte Argentinát, tehát ez egészen elképesztő. Mindjárt végigmegyünk akkor csoportonként, hogy mit vártok, ki fog tovább jutni. Egy általános kérdés még, hogy én megmondom őszintén a VB eddigi történései, hogyha szakmailag meg meccseket nézzük, nekem sincs problémám, de továbbra sem tudom megbocsátani a FIFA-nak, hogy Katarba vitte ezt a világbajnokságot. Továbbra is úgy érzem, hogy ők maguk sem érzik odavalónak, nincs az a hangulat, nincs az a körítés, nyilván a szurkolók meccsek közti, meccsek utáni kiszolgálása, hangulata sem ugyanaz. És hát most tényleg itt a milliárdos korrupcióról, meg arról, hogy már most a szaudi herceggel csókolózik gyakorlatilag a FIFA elnöke, és tudjuk, hogy a következő VB-t majd ugye Észak, illetve Közép-Amerikában rendezik, mondják, hogy azután itt meg majd Szaúd-Arábiában. Hát azért az európai futball tisztelőjeként, imádójaként, azért kérjük már ki magunknak, hogy itt gazdasági okokból, mert mondjuk itt senki nem hajlandó úgy megkenni az Infantinót meg a FIFA-t, itt ne legyen világbajnokság a mi kontinensünkön. Nektek mennyire van ez az érzésetek? Hát csak azt akartam ezt hozzáfűzni, illetve kötni, hogy ugye most látjuk, hogy itt a távol-keleti országokban tényleg mennyi pénz van, nem csak a fociban, hanem úgy áll lesz. Tehát, hogyha biztos hallottátok a hírt, vagy ha nem, akkor most ez nagyon érdekes lesz, hogy ugye az argentinokat legyőző szaúdiaknak az egyik szaúdi herceg, vagy hát a szaúdi herceg minden játékosnak adott egy Rolls-Royce Phantomot, ami körülbelül, és nem akarok hülyeséget mondani, hogy hány milliós kocsi, de ez csak egy fantom, nem kapják meg valójában. Mindegy, fantomval, teljesen mindegy, tehát az hatalmas összeg, és azt mondta, hogy jó, de ügyesek voltatok, akkor tessék, itt van az autó. Az, hogy Katárba akarják igazolni Ronaldot például, azt hiszem, hogy 3 évre 225 millió dollár, tehát 500 millió forintot fog keresni hetente. Tehát borzasztó, irreális összegek vannak, tehát ők tényleg úgy állnak akárcsak a labdarúgáshoz is, hogy hát akkor most miért fektessünk, nézzük meg a focit, és most lehet, hogy ez a folyamat zajlik. Hát annyi pénzért a Ronaldo már csináltathatna egy olyan sérót, hogy mondjuk beleérjen a labdába, amikor fölugrik, és akkor tegnap nem kellett volna szegénynek méltatlankodnia, hogy a Bruno Fernandesnek adták a gólt, mert hogy elment a labda a feje fölött. Bár ő úgy gondolta, annyi vagy belefejelt. De szerintem ő nem gondolta, hogy gólt szerzett, mert nem úgy, nem csinálta ezt a érkezést. Tehát ő szerintem... Á, de hát azért, bár jó, lehet, hogy tudta, hogy kétes a szitu, de... Védjük meg, Krisz. Nem helyez egy nyomást. Amikor mutatták, hogy Fernández szerezte a gólt, akkor ő csak nevetett, hát tudta, hogy nem ő szerezte a gólt. Nyilván kicsit ott ünnepelt, egy szerintem inkább a gólt, de persze látszott az arcán, hogy ő akarta azt a gólt megszerezni. Hokéban is értékelik, aki zavar a kapus előtt, úgyhogy benne van. De hogyha nincs ott Ronaldo, és ez igaz, hogyha nem repül rá Ronaldo a labdára, akkor az nem gól. Ez ilyen egyszerű. Simán megfogja a kapus. Kicsit visszatérve még a mai meccsekre, hogy azért nem mindig volt így, pont ezen gondolkodtam, hogy 3 évtized ezelőtt vezették be, hogy az csoport utolsó meccse egy időben. Itt azért alkalmat adtak, lehetőségek voltak, elég érdekes eredmények a 78-ban Argentinában. Rosárióban 6-0-ra kellett nyerni az argentinoknak Peru ellen, hogy pörgessék a brazilokat, és egy Quiroga nevű kapus, zseniálisan védett, de akkor is ő egy perui kapus, aki Rosárióban született Argentinában. 82-ben a németek kikaptak Algériától Bellumi góljával, majd utána az osztrákokkal játszottak egy olyan 1-0-ás német győzelmet Krubes fejes góljával, hogy pont mind a két csapat tovább tudott jutni. Hát de ráadásul az a mérkőzés nem azért volt botrány, hogy a végeredmény olyan lett, erre világosan emlékszem. Csolták a focit. Tudta mind a két csapat, hogy egy gólos német győzelem esetén mind a ketten tovább mennek, és a gól az nagyjából a 10. perc környékén megszületett, és onnantól kezdve 80 perc ordinári alibizés ment. Tehát mint amikor így oldalt passzolgatnak egymásnak a csapatok, és még csapek se próbálnak kapura örülni, tehát tényleg egy véres bunda volt. Ez persze igen, és hát ugye volt a legendás Európa-bajnokság, ahol pedig a skandináv lobby ejtette ki Olaszországot, egy sok gólos döntetlen kellett, hát éppen az lett. De az úgy alakult az a meccs, a 88. De ott egy időben voltak már, tehát ott nem ezen múlt, ott csak tudták, hogy mi a jó eredmény. De
annyira valószínűtlen volt, és én nézve a meccset, akkor nem nagyon hittem el, hogy ha bundáztak, akkor viszont egészen elképesztő magas fokon csinálták. Így kellett csinálni. Tehát úgy alakult a meccs, hogy... Hát jobb egy 2-2, mint egy ilyen 0-0, vagy egy 0, mint amit az osztrák meg a németek csináltak. Kellett gólnak is lennie, nem is kevésnek. Igen. Tehát ott olyan érzéseim voltak, hogy ha ezt valóban tudják, akkor zsenik. Igen, hát majd azért meglátjuk, hogy például a spanyolok a japánokkal szemben hogyan gondolkoznak. Az is mindig visszatérő kérdés, hogy érdemes-e ilyenbe belemenni, mert oké, lehet, hogy pillanatnyi kedvezmény jár érte, de aztán utána meg az is lehet, hogy beleszalasz valakibe, aki meg jól elver téged. Nem tudom, engem, ami ezt a katari korrupciót, vagy nem tudom, ezeket az ügyeket érinti, vagy hát ennek esélyét, vagy vádját, nyilván nem szép dolog, meg nem tiszta dolog, de hát azok után, hogy az öttusából kivezették a lovaglást, örüljünk, hogy nem kézzel játszák. Találtam egy hasonló súlyú problémát azért, ez a világ milliárdjait foglalkoztatja, hogy mi lesz az öttus a lovaglással. Hát ez mégiscsak egy tradíció. Jó, ebben igazad van, meg hát amikor itt volt ugye Gálnoki Kis Attila, és elmondta, hogy valóban az egész... ott is bűzlik a fejétől a hal, hihetetlen, hogy milyen korrupció mennek hogy még lábbal meg a szövetségben. Hát nyilván nagyságrendileg annyival nagyobb a fociban a korrupció, amennyivel nagyobb maga a sportág is. Én végtelenül visszataszítónak tartom egyébként, de hát ez a VB most már zajlik, és akkor nézzük meg, hogy szerintetek hogyan alakulnak ezek a csoportok. Ugye az A csoportban jelen pillanatban Ecuador és Hollandia totálisan azonos mérleggel áll, mind a kettőnek 4 pontja van 3-1-es gólkülönbséggel, és egymással megint döntetlent játszottak, tehát itt majd nem tudom, hogy előfordulhat-e még egyszer 4 évvel ezelőtti világbajnokságon Japán a kevesebb sárgalap miatt ment tovább, ha jól emlékszem, már azt a szabályt kellett előhúzni. Tehát hogyha ma például Ecuador, Szenegál és Hollandia, Katar mérkőzésen a két rivális csapat szempontjából ugyanaz eredmény születik, mondjuk mind a kettő nyer 1-0-ra, akkor bevallom őszintén, fogalmam sincs, hogy Ecuador és Hollandia között mi dönti majd el a csoport elsőség kérdését. De hozzá kell tenni, hogy Szenegál még azért bekavarhat, hiszen 3 pontja van, úgyhogy ott még tovább juthatnak. Szenegál meg fogja verni ma Ecuadort, ebben biztos vagyok. Hollandia nyer, és akkor egyszerű a továbbjutás kérdése. Akkor egyszerű, akkor Holland-Szenegál. Jobb ez a szenegáli csapat, én úgy gondolom, mint az ecuadori. Az ecuadoriaknál éreztem azt egyébként, amit amúgy a bizonyos európai csapatoknál, és főleg a horvátoknál, akiket te dicsértél, meg a szerbek is egy kicsit, az a mentalitás, hogy akkor focizunk, amikor nagyon muszáj. Tehát, hogy ők rúgnak egy gólt, és onnantól tőlük vége lehetne a meccsnek. A horvátok játszottak egy olyan borzalmas, unalmas 0-0-t az első meccsükön, másodikon kicsit felpiszkálta őket a kanadai edző nyilatkozata, meg hátrányba is kerültek, és akkor elkezdtek focizni. A szerbek elkezdtek focizni, ugye szintén hátrányban, és remekeltek a legutóbbi meccsükön Kamerun ellen. Tehát, hogy kicsit kevés tud az lenni, hogyha az ember csak akkor akar megszakadni, amikor már nagyon muszáj, és lehet, hogy Ecuador erre egyébként ráfizet, hogy például nem akart Katarnak még 4 gólt rúgni, és akkor most jobb gólkülönbséggel állna, mint Hollandia. Hát ez szerintem ugye nem is kérdés, hogy Hollandia legyőzi Katar, tehát Hollandia biztos továbbjutó, és nekem viszont az a megérzésem, hogy Szenegál lesz a szimpatikus vesztes, és Ecuador megrázza magát. Én ebből a csoportból mindösszesen Katart láttam részben, úgyhogy nem tudok véleményt akkor mondani. Akkor mindent látták, Krisztián. Igazából szerintem mindent láttam ebből a csoportból. Amit a katari VB kapcsán elmondtunk, meg a VB rendezés botrányáról, azt láthattad a pályán, mert ez a válogatott, ez szerintem a magyar NB1-ben a kiesés ellen küzdene. Nagyjából ilyen erőssége, ha egyáltalán bejutna. Na jó, nézzük a B csoportot, annál is inkább, mert ott van egy európai futball nagyhatalom Anglia, amely ilyen erődemonstrációval kezdett ugye Irán ellen, 6-2, tényleg azt gondoltad, hogy na az angolok is megmutatják, hogy azért Katar ide vagy oda, ugye coming home van megint, de hát azt a második meccsük az borzalmas volt az Egyesült Államok ellen. Hát ezzel együtt nyilván gondolom Szilárd, te arra számítasz, hogy Anglia azért kiharcolja a továbbjutást. Hát igen, én arra számítok. Ha nem kap ki Wales-től, akkor ez meg lesz egyébként. Igen, én azt hiszem, hogy Wales most egyáltalán nem mutatja azt a szintet, amit el tud érni, bár ugye mi is törtünk borsot az orruk vele, úgyhogy nem erős Wales. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bármi esélye lenne, én azt gondolom. Az Egyesült Államok viszont ott tényleg hatalmas hagyományai vannak, nem csak a most már ugye a labdarúgásnak, hanem egyértelműen a sportoknak is, és ők pedig megpróbálják azt megmutatni, hogy igenis itt helyük van, tehát ők is meg fogják magukat rázni szerintem.
Úgyhogy én angol és amerikai továbbjutást várok. Én azt gondolom ennek a világbajnokságnak színvonaláról, meg az izgalmasságáról, hogy gyakorlatilag az imént említett A csoportot és a D csoportot kivéve nem fogod tudni eldönteni, hogy melyik meccset nézd az azonos időben. Ez így van. Hozzáketelem, az angolok egyébként ezzel a plusz 4-es gólkülönbséget gyakorlatilag azért tovább jutónak tekinthetők, nekik nagyon igen, ki kellene kapniuk, hogy, vagy Iránnak nagyon nyernie. A Velszanglia Irán Egyesült Államok, tehát ez történelmileg minden szempontból elképesztő. Hát itt az Irán Egyesült Államok az egy pikás. Azt szerintem hát a Pentagonban is nézik. Ez a Velszanglia is szerintem. Ez pazar. Érdekes. Itt szerintem az angolok tovább mennek, és nem lennék nagyon meglepődve, ha Irán lenne a csoport. Kész, második. Vége. Iránnak ennyi volt, gyerekek. Tehát Krisztián bejósolta. Reménykedik benne, mennek Kanada után. Ki tudja, hogy ott is mennyi pénz van, mit szeretnének hát nem is az, hogy mennyi pénz van, hanem otthonról mi az üzenet, állnak, mert ugye ne felejtsük el, hogy kezdődött számukra a VB. Mennyire fantázia, dús a játék, ugye Iránban. Minden esetre ők például az angoljától kapott hatalmas pofon után óriási sportemberi tartásról tettek talú bizonyságot. Egyrészt tudjuk ott is, most nem menjünk bele a politikai körülményekbe, hogy milyen elképesztő nyomás alatt játszik egy iráni sportoló, de a második meccsükön gyakorlatilag tényleg szintén egy elég rossz meccs végén ezt szépen bedarálták, úgyhogy ott állnak a továbbjutás küszöbén. Szívben játszottak, azt lehet látni, hogy ugye nyilván Velszhez nem érnek föl szerintem, tehát 10-ből 9-szer Velsz nyerne ellenük, de vitte őket a szív, és Velsz pedig valami nem foglalkozott ezzel az egészen, ezt látni is lehet, hogy utolsó. Hát Velsznek szerintem semmi keresti valami egyébként a legjobb 16 között, reméljük, hogy nem is fog oda jutni, én legalábbis így vagyok vele, tényleg teljesen fantáziátlan, ők is a saját szobrukat, Bélt építgetik, aki nettó ember hátrány a pályán, tehát nem érdemelnek semmit, de menjünk a C csoportra, és Laci érdekel, hogy te hogy látod, hogy Messi megmenti-e Argentinát, nem csak ebben a csoportban, hanem akár az egész világbajnokságot tekintve. Mondanám, hogy nagyon egyoldalas az argentin csapat Messi miatt, de ott azért vannak még jó labdarúgók. Érdekes dolog, hogy látva, hogy a Maradonával való összehasonlítását, Messi szerintem a futball szempontjából legalább annyira korszakos, nagyságrendekkel értelmesebb, mint az előbb említett úriember volt, viszont lehet, hogy nem tud VB-t nyerni. Ez az utolsó nagy esélye erre, és szurkolok valahol nekik, de amit eddig nyújtottak, azért nem volt különösebben meggyőző. És itt jön az a faktor, ami számomra ez egész VB-nek az egyik legnagyobb találmánya, ezt az embert úgy hívják, hogy Hervé Renard. És a szaudi edző, figyeltem már a dolgait, utána is olvastam, amennyit ki tudtam silabizálni. Ez az ember nem tudom, miért nem lett még a világ legjobb csapatainak szakvezetője. 14-ben dolgozott Lille-ben, nem sokat, a szülőhazájában, Franciaországban. Egy elismert élvonalbeli védő volt, és amilyen speech-et mondott itt az öltözőben a legutóbbi argentin meccs után, ez tanítani való volt. Szinte lövőcselt is megcsinálta. Egy nagyon jó kiállású ember, aki Afrika-Kubát nyugodt nyerni, azzal a Zambiával soha semmilyen eredményük nem volt, és Drogba utolsó éve Elephant Chont parttal, és a korábbi VB-ken is nagyon jól dolgozott. Tehát szerintem egy kiváló szakvezető. Hát ő az a tipikus szövetségkapitány. Ő klubedző is volt azért, de nem váltotta meg sehol a világot. Tehát azt gondolom, manapság nyilván az edzői pálya szakmai és anyagi csúcsa is, hogyha egy erős bajnokságban dolgozó klubedzőként, de vannak olyan edzők, akik belátták, vagy akik arra utaznak, hogy szövetségkapitányi ténykedéssel mutatják a képességeiket. Ő tökéletesen illeszkedik Afrikához, és különösen Fekete-Afrikához, és ahogy meccsel, ahogy összerakja a csapatait, és ahogy a kispadon gesztikulál, szerintem egy elképesztően jó szakvezető. Hát én mindesetre ebben a csoportban én azt szimatolom meglepetésnek, hogy esetleg Szaúd-Arábia Lengyelország előtt tovább fog jutni. A szaúdiak az említett Renard vezetésével meg tudják verni Mexikót, aki most nem a legjobb, legszebb arcát mutatja, láttunk azért ennél már sokkal jobb mexikói válogatottakat. Lengyelek pedig Lewandowski ide vagy oda nem tűnnek jónak, őszintén szóval. És Argentína, nyilván ez egy óriási dolog lesz, két ekkora világklasszis találkozása a pályán, mint Lewandowski és Messi, de szerintem az argentinok őket meg tudják verni, és ez esetben akkor a szaúd-arábiai és argentin továbbjutás lenne. Hát én azt gondolom, hogy a csoportot elnézve,
Mexikó nekem egy kicsit olyan, mint Kanada, hogy jók, de most hát nem csak annyira. Sokkal nagyobb tradícióik van. Sokkal nagyobb tradíció, igen. De most nem annyira jön ki nekik a lépés, azért látni is, hát, hogy Argentina megverte őket, muszáj volt nekik ugye a Saudi fiaskó után megverni őket, és hát Messi ezt ugye meg is tette, ezt a szívességet. Azt gondolom, hogy az első mérkőzésen Szaúd-Arábia ellen Argentinának annyi volt a problémája, hogy nem jöttek az első helyzetek, lesgólok, stb. És akkor egy kicsit úgy belefásultak, ha lehet ilyet mondani a dolgokba, tehát ugye elment a kedvük, és a szaúdiak pedig ezt kihasználó ugye az edzőjükkel, és itt is azt mondom, hogy szívvel, lélekkel kiharcolták ugye a győzelmet. Aztán Lengyelország ellen Szaúd-Arábiának itt nem volt sansza, úgyhogy itt a lengyelek nyertek, és a csoport élén is állnak. Én azt hiszem, hogy Lengyelország-Argentina meccs az azért lesz érdekes, mert hogyha az argentinoknak megint nem jönnek a gólok, illetve úgy jönnek a helyzetek, hogy hát nyögvenyelősen és esetleg lesz, és nehogy megint elmenjen a kedvük, akkor Lengyelország egy stabil játékkal tud esetleg döntetlent elérni ellenük, és az is elég lehet a Szaúd-Arábiaknak, hogyha nyernek, és akkor Lengyel-Szaúd-Arábia tovább jut. Én azt számolgatom egyébként, hogy Mexikó hogyan tudja kiejteni Argentinát, és tovább menni mondjuk a csoport második helyén, de nem túl sanszos. Hát abban az esetben a nyer is Argentina kikap. Hát igen. De mondjuk így akkor a saját favoritomat ejteném ki, akit az előző adásban világbajnokká emeltem. Hát Lengyel-Argentin. Jó, nincs olyan sok időnk, hogy mindegyik csoporton ennyire részletesen végigmenjünk, de azt azért nézzük meg, hogy ebből a... Ugye a dánok tovább juthatnak, ha legyőzik Ausztráliát, nagyon bízom benne, hogy ez azért bekövetkezik, nekem ők a titkos kedvenceim, franciákat méltattuk már, és hát itt van ez a spanyol-japán-német trió, na most mondjátok meg őszintén, szerintetek kigolyózzák-e a németeket? Szerintem nem, én úgy gondolom a németek Japán ellen elszámolták magukat, megvolt a játékuk és megvoltak a helyzeteik is, de Klose nekem is nagyon hiányzik, azóta akik jöttek a csatásorba, Timo Werner és a többiek nem képviselik azt a minőséget, és az a gyilkos ösztönt hiányolom belőlük. Azzal együtt is a második meccsen, ez a német-spanyol meccs kimondottan jó meccs volt, első 45 perc a spanyoloké, második a németeké. Ha itt tudnak játszani, akkor én úgy gondolom a németeknek 2-0-ra biztosan meg kell verni Kosztarikát, szerintem ezt megoldják, és nem gondolnám, hogy a japán megtréfálná Spanyolországot. Szerintem itt a japán-spanyol X lesz, és hiába nyernek a németek, ugye akkor azonos ponttal fognak állni Japánnal, viszont ugye... Hát a gólkülönbség számít. Gólkülönbség számít most első helyen, úgyhogy ha a németek jól megverik Kosztarikát, akkor még kiejthetik Japánt ilyen. Nem hiszem, hogy a németek nagyon megverik. Szerintem Spanyol-Japán megy tovább az EB-ből. Szerintem annyi még, hogy a Németország biztos, hogy tovább, hogy Kosztarika nem lesz nekik ellenfél. És hát azért bennem van ez a kis ördög egy kicsit, hogy ha meg lehet tenni, hogy ne vigye tovább valaki az esélyes csapatot 16 közé, akkor itt most megteszik. Akkor meg fogják tenni, ha meglátjuk. Egyébként a németek ezzel a japán elleni, tehát ha a japán elleni mérkőzéseket nézzük, nem is érdemelnek tovább jutást. Tehát az alapján azt mondom, Japán. Utóbbi időben egyébként nem szívem csücske a német válogatott. Na jó, de akkor mit mondjuk a belgáktól a következő csoportban, akik ugye egyébként egy kifejezetten jó és azon a meccsen valóban nagyon jó benyomást keltő Kanadát nagy mázlival legyűrtek, azóta azon veszekednek, hogy a csatárok öregebbek vagy a védők, ugye egymásnak szólogatnak be, borzalmasan fociztak Marokkó ellen is kikaptak, és hát Belgium simán kieshet, mert Horvátország úgy tűnik, hogy azért jobban egyben van. Hát ennyi. Mikor, hogy? Meglátjuk. És van még ugye két csoportunk, az egyikben Brazília továbbjutása már nem kérdés. Itt a nagy kérdés, ez a svájc-szerb meccs lesz, ami az egész VB egyik legszenvedélyesebb mérkőzése lehet. Tudjuk, hogy amúgy is eléggé pikáns az összecsapás. És hát Szerbia bebizonyította, hogy óriási elánnal is tud játszani. Svájc viszont egy nagyon precíz gépezetnek tűnik. Úgyhogy az a kérdés, hogy a brazilok mögött ki fog továbbjutni. Szerintem Kamerun meglepte a szerbeket. És a szerbek benne sokkal több van, hát most megmutathatják, hogy mennyivel, és akkor én azt hiszem, hogy ők is tovább tudnak jutni. Szerintem Brazília mellett tovább megy Svájc. A Svájc ezt a szerb válogatottot meg fogja tudni verni, úgy gondolom. Na hát akkor itt szerintem nem lesz olyan egetverő szenzáció, és hát a H-csoport kérdése tulajdonképpen az, hogy Cristiano Ronaldo szereze még gólt, legközelebb tényleg nagyon oda kell figyelni a séróra. A Portugália is tovább jutott már. Itt viszont van ez a Gána-Dél-Korea-Uruguay trió, amiből Uruguay nekem inkább csalódás,
visszahozták azt a jó régi sztereotípiát, hogy tényleg térd alatt nem rúgnak. Tegnap elképesztő aprítást rendeztek. Gána viszont hozza azt a fajta kiszámíthatatlanságot, ami egy kicsit így mindig benne van az afrikai csapatokban, mert elképesztő képességű játékosaik vannak, akik csapatként nem mindig tudnak jól működni, de van három pontjuk, úgyhogy ott vannak a továbbjutás küszöbén. Hát éppen, hogy csak legyőzték őket, ugye a portugálok már több mém is született erről az utolsó perces helyzetről, amikor a kapus nem vette észre azt a játékost, aki éppen még mögötte áll, mert a dalafalon kívül jött vissza. Hát érdekes volt. Gána okozhat meglepetést, és hogyha most csak ránézve a csoportra, hogy Uruguay utolsó, hát ki gondolta volna? Pedig ez a realitás. Krisztián gondolta. Ezeket hangsúlyoz Krisztián, mert ezek bejönnek. Úgyhogy az is egy érdekes mérkőzés, tehát biztos, hogy azt kell majd választani, még ha Ronaldo is játszik is a portugál csapatban, de délkorán biztos, hogy leveri. Jó, hát sajnos nem jutott időnk, hogy aztán tovább menjünk, hogy akkor ki kivel fog játszani a legjobb 16 között, de jövő héten már biztos, hogy ez lesz a téma, úgyhogy kísérjük továbbra is figyelemmel a mérkőzéseket, gondolom a kedves nézők is így tesznek, és erről valamint természetesen a fehérvári sportról beszélgetünk majd legközelebb is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a kedves nézőknek a figyelmet. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.